Horváth Béla egykori paksi tűzoltóparancsnok özvegye írja alá azt a hagyatéki okiratot, amelyben felajánlotta néhai férje kitüntetését a Katasztrófavédelmi Központi Múzeum részére. Horváth Béla, aki 1967-től 1989-ig töltötte be a parancsnoki pozíciót, komoly szakmai életutat és elismeréseket tudhatott magáénak, amit most özvegye az utókor számára ajánlott fel. És most, amikor már a kegyelettel emlékeznek meg róla, úgy gondoltam, hogy négy dédunokám van, de ne játsszák el, mert hogy méltó helyre kerüljön. Ezért címekért, a kitüntetésért a férjem nagyon megdolgozott. Berki Imre múzeumigazgató örömmel vette a felajánlást, hiszen ilyen egész életpályát bemutató hagyatékok ritkán kerülnek a múzeum tulajdonába. Van értéke minden kitüntetésnek, darabonként van értéke, Vaterán bárhol lehet vásárolni, de itt nem a egyes kitüntetések értéke számít. Ez így egyben egy életutat bemutat, és így viszont már felbecsülhetetlen értéket képvisel. Berki Imre azt is elmondta, hogy a múzeumba helyezés során különös figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállított kitüntetések mellett olvasható legyen a néhai tűzoltóparancsnok életútja, munkássága, hiszen így válik személyesebbé a hagyaték.